Komplex tehetséggondozásról beszélünk, tanár úr, milyen pillérekre épül föl a rendszere, mire támaszkodik? Alapvetően ez a komplex tehetséggondozási program a főiskolán két pillére támaszkodik. Az egyik a TDK körök, amik a főiskola tanszékeihez, intézeteihez vannak rendelve, a másik pedig a Kepes-György szakkollégium, ami a több karhoz kapcsolódó intézmény, a diák intézmény a főiskolának. Hogyan képzeljük el a munkát? Milyen fokozatokon kell keresztül menni, míg végül eljutnak egy országos TDK-ra? Hát alapvetően ugye a tudománydiákköri mozgalomban az első dolog a témának a kiválasztása, és miután ez megtörténik, akkor utána a tanárral, a vezető tanárral együtt folyik egy kutatómunka, aminek hát nyilvánvalóan különböző szakaszai vannak, először csak ismerkedik a diák a témával, kiderül, hogy valóban megvan-e benne az a kvalitás, ami egy ilyen dolgozat elkészítéséhez szükséges. Reméljük a pályázaton belül ezt már kollektívában, csoportban fogják tenni, tehát egy-egy tanszéknek, egy-egy intézetnek a hallgatói együttműködnek majd a rendszeren belül. Na most miután elkészülnek az előzetes munkálatok, akkor egy házi TDK versenyen mutatják be a dolgozatot, és hogyha ott a zsűri úgy dönti, hogy alkalmas országos bemutatásra, akkor javasolja országos konferenciára való juttatását. A megfelelő időpontban megtörténik az országos konferenciára való nevezés. Hogyha a zsűri is, az előzsűri úgy dönt, hogy a dolgozat bemutatásra érdemes, akkor két évente el lehet menni egy országos megmérettetésre. Utóbbi években kedvezően változott a támogatása is ennek a munkának. Milyen pályázati forrásokból tudnak gazdálkodni? Hát alapvetően most az Európai Uniós pályázatok lehetőségét tudjuk kihasználni. Már két évvel ezelőtt elindult egy TÁMOP program, az a 4.1-en belül történt, és akkor a mostani új TÁMOP pályázatot is ugye hát így tudtuk kihasználni. Korábban voltak állami források és az Oktatásért Közalapítvány forrásai, ez most jelen pillanatban nem áll rendelkezésre, de hogyha valami pályázatot kiír különböző szervezetek, akkor arra természetesen, ha módunk van rá, pályázatot nyújtunk be. Mi a tapasztalata, milyen az érdeklődése a fiataloknak, mennyire veszik igénybe ezeket a lehetőségeket? Hát én úgy gondolom, hogy azért elég nagy érdeklődés és igény fogalmazódik meg a tudományos diákkörű munka a szakkollégium felé mindenféleképpen. Csak egy olyan adatot tudnék mondani, hogy az előző ciklusban ugye a nappali tagozatos hallgatóinknak durván 10%-a kapcsolódott valamilyen módon a TDK-hoz, tehát dolgozatot mutatott be helyi konferencián, és közülük került ki az a csapat, aki országosan képviselt minket. Van olyan összehasonlító adatunk, hogy ezzel a számadatokkal hol tartunk a felsőoktatási intézményrendszeren belül? Az élen. Tehát vannak adatok természetesen, de az első körben tartunk. Tehát a tudományegyetemekkel egy kategóriában vagyunk. Milyen tradíciókra építünk ebben az országos tudományos diákköri mozgalomban, munkánkban? Hol tartunk? Mit ért el a főiskolán? Az Eszterházy Károly Főiskola több mint 30 éves tradícióra tekint vissza a tehetséggondozás TDK-s formájában. És ez országosan is nagyon előkelő időszak. Nem minden intézmény vette ennyire komolyan a tehetséggondozást, a tudományos diákköri munkát, és aztán 20 évvel ezelőtt elkezdődött hozzá kapcsolódva a szakkollégium is, mint az Eszterházy Károly Főiskola. Amit még itt érdemes elmondani az, hogy hosszú évtizedeken keresztül nem volt plusz támogatás arra, hogy a tehetséggondozás bármilyen formáját is ki tudjuk bontakoztatni. Ez az oktatók plusz ideje, plusz munkája, a hallgatók plusz energiája volt a korábbi években, és ez elmúlt években a TÁMOP-nak, és most újra a TÁMOP-nak egy-egy projektje segíti ezt a munkát, és végre most már tudtunk TDK honlapot készíteni, tudtunk periodikákat a publicitásnak, tudtunk ösztöndíjakat fizetni, és fogunk tudni reményeim szerint a jövőben is. Tehát sokkal szervezettebben, sokkal összefogottabban tudunk a tehetséggondozásra koncentrálni, és valódi közösségeket is fogunk tudni építeni a szakkollégiumon belül is, és a tanszékek mellett a tehetségműhelyekben is.
Ha számadatok mögé nézünk, akkor meglehetősen jó helyet vívtunk ki magunknak a felsőoktatási intézmények sorában. Erre is építve most induló ciklusban mi a célunk? Mit szeretnénk elérni? Hogy tudjuk megfogalmazni a tevékenységünket? Nagyon jó lenne megtartani ezt az előkelő helyünket. Bizonyára kevesen tudják, hogy az egyetemek után, sőt az egyetemek között is az Eszterházy Károly Főiskola az eredményeivel igen rangos és előkelő helyet foglal el. Én azt szeretném, hogy az elkövetkezendő 2013-as OTDK-n is legalább ilyen jó eredményt érjenek el a diákjaink, hiszen 47 helyezést el tudtak hozni, első, második és harmadik helyezést, még százalékos arányban is ragyogó az eredményünk, hiszen kevés olyan intézmény van, ahol a hallgatók 10%-a bekapcsolódik a tudományos diákköri munkába. Meglehetősen szép helyet vívtunk ki magunknak, és ezt jelzi az is, hogy országos rendezvényeket kapunk. Ezt azoknak szokták adni általában, ahol nagyon mély, tartalmas munka zajlik. Lesz ebbe a ciklusban ilyenre lehetőségünk? Igen, 2013-ban 3 országos tudományos diákköri konferenciát is megkaptunk rendezésre. Ez én úgy gondolom óriási kihívás. Itt lesz a művészeti szekció, hiszen évek óta az EGRI Főiskola az egyik legeredményesebben résztvevő intézmény. Itt lesz a kémia szekció, és itt lesz intézményünkben a pedagógia-pszichológia szekció is. Érdekes lesz, izgalmas lesz koordinálni, összefogni a 3 szekció munkáját. Nagy kihívás lesz, de teret tudunk engedni az interdisziplinaritásnak, és annak, hogy az ország legkülönfélebb intézményeiből ide érkezők egyrészt megismerjenek bennünket, másrészt mi is be tudjunk kapcsolódni mások kutatásaiba.